Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel 3 napra szól, június 6-ára, 7-ére és június 8-ára. A hold eléri a Magha holdházat, és e felett a holdház felett Regulus csillag uralkodik. Ez egy királyi csillag, a királyoknak a csillaga, és jelenti az oroszlánnak a szívét. Tehát itt most szívügyekről lesz szó. Én úgy szoktam összehasonlítani a szívünket, mint egy kincses láda. Ha ezt kinyitjuk, akkor minden benne van, amit mi kedvelünk, amit mi szeretünk. Ez lehet a hivatás, a hobbi, a család, az utazások, a sport, a művészetek, és természetesen a szerelem. Most van egy ilyen szerelmi energia, hiszen a Hold és Vénusz bolygó harmóniában állnak egymással, és utalnak a tűz elemére. Vénusz bolygó hatása alatt mi rólunk, hölgyekről is szó van, tehát most megvan ez a tüzes energia, a bátorság, a lelkesedés, a párkapcsolatban, természetesen a testi kapcsolat is. A férfiakra Mars bolygó hat ki, és Mars bolygó a víz elemében van, tehát a férfiak most kimutatják az érzelmeiket. Itt lesz egyhang közeledés, és valami stabilizálódik most a párkapcsolatot illetően. Amit még rendezni tudunk, az az anyagi helyzet, hiszen oda fogunk figyelni erre. A munkahelyen is meg lesz az elismerés, az is lehet, hogy kapsz egy jó ajánlatot, vagy egy új munkahelyi szerződést. Ahol esetleg nézeteltérések lesznek, vagy kihívások, az a szomszédság, vagy a család. Mert itt nehéz most valamit tisztázni. Az is lehet, hogy valaki figyelget téged, vagy kritizál téged az otthonod miatt, és a környezeted miatt. De tedd át ezen magadat, hiszen a napokban van ugyan még ez a kis kihívás, hiányzik a környezetben ez a könnyűség, de ha ez elmúlt, akkor javulni fog a helyzet. És erről beszámolok a következő napi horoszkópon. Remélem akkor már személyesen, hiszen most már jobban érzem magam, és köszönöm szépen a sok jó kívánságot. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.